másiknál, forduljon, és akkor a balra gombra programozom rá ezt a tulajdonságot, hogy forduljon balra. Digitális tábla segítségével oldják meg az informatikóra feladatait a hatodikos diákok ebben az Újfehértúj iskolában. A tanórákon ezen kívül laptop is segíti az oktatást. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a tanárok és a diákok lépést tartsanak a technikai fejlődéssel, és a digitális oktatást beépítsék a mindennapi tanórákba. Az ötödikes diákok a közeljövőben táblagépeket kapnak az iskolában, és bizonyos tananyagokhoz majd ezek segítségével juthatnak hozzá. A tanárok közül pedig közel 70-en éltek azzal a lehetőséggel, hogy a tanórák megtartásához laptopot használjanak. Megújul az épületek wifi lefedettsége is, mivel jelenleg csak korlátozott az internet hozzáférés az oktatási intézményben. A köznevelés feladata az életre való felkészítés, ez napjainkban az élethosszig tartó tanulásra való felkészítést is jelenti. Ennek fontos része napjainkban a digitális kompetenciák, készségek fejlesztése, a digitális tudás fejlesztése, és ezért elengedhetetlen, hogy az iskola, ami megalapozza ezt, rendelkezzen megfelelő eszközökkel, szakemberekkel, hozzá tudjanak jutni a gyerekek bizonyos tartalmakhoz, tudásanyaghoz. A digitális oktatási stratégia kialakítása kiemelten fontos a kormány számára. A cél az, hogy senki ne kerülhessen ki az oktatásból úgy, hogy nem rendelkezik az alapvető digitális képességekkel. Az is kiemelten fontos, hogy attól függetlenül kapjanak egyenlő esélyt a fiatalok, hogy hol és milyen iskolában tanulnak, milyen a szociális hátterük. Egy éve tart a hazai digitális oktatási stratégia végrehajtása, amelynek egyik sarkalatos pontja az, hogy minden iskolában megfelelő legyen az internet elérés. A 2019. szeptemberében kezdődő tanévre az ország összes köznevelési szakképzési intézményébe az oktatáshoz szükséges szélesávú internetkapcsolat kiépül, és minden iskola épületén belül, a tantermekben, a közösségi helyeken, a folyosókon, az épületen belüli szélesávú wifi szolgáltatás is megvalósul. A pedagógusok digitális kompetenciáinak a fejlesztése is elkezdődött. A több mint 130 ezer köznevelésben dolgozó pedagógus közül 40 ezeren már a most induló tanévben képzéseken vesznek részt. Ezen kívül folyik a diákok számára egy érdekes és interaktív tananyag összeállítása is. Ezzel párhuzamosan javítják az intézmények eszközellátottságát is, a modern eszközök biztosítják ugyanis az alapját az élményközpontú digitális oktatásnak.